Sok mindenféle eseménynek helyszíne volt az elmúlt évtizedekben a Szakály Művelődési Ház, ám nőnap egészét átfogó nagyszabású műsoros megünneplésre még nem volt példa. Törő Péter polgármester 2019-ben az ebbéli hiány megszüntetésére tett kísérletet. Már előre érzékelhetően abszolút sikereset, annyi szépkorú, középkorú és még fiatalkorú hölgy is fogadta el a meghívást, hogy padokat kellett a nagy teremben oldalt elhelyezni, hogy mindenki be, illetve elférjen. A polgármester ünnepi beszéde nyitotta az első szakály nőnapi rendezvényt. És elárulok egy nagy titkot, szerintem a nő is olyan, mint egy virág. Minél több gondoskodás és törődés kap a párjától, annál szebb és sugárzóbb lesz. Én pedig férfiként hiszem azt, hogy nekünk állandóan keresni kell a megfelelő alkalmat, keresni kell a szavakat, amelyekkel méltóképpen szólhatunk a nőről, a nőhöz. Mi férfiak ma azt hisszük, hogy mindent megértettünk a nőkről, és aztán holnap be kell látnunk, hogy a nő egy örök meglepetés. Csupa titok, csupa kihívó varázslat. Ma gyengének és védtelennek látjuk, aztán holnap megmutatja minden kibíró erejét és bátorságát. Közben az előadók és művészek számára fenntartott öltözőben már javában készülődött az est sztárvendége, a szépkorúak egyik nagy kedvence, Tánzzal fesztiválos örökzöldje, aki nem csak retro slágereit hozta el szakályba, hanem Amerikában, Ausztráliában és Kanadában eltöltött hosszú éveinek, valamint az elmúlt évtizedben itthon szerzett dalaiból is adott ízelítőt fiatal énekes társa Rózsás Viktóriával duettben is olykor. Én mindig bolyán, mindegy, hogy mit csinál, így lesz, míg meg nem állok, mert ha járok, csak úgy járhatok én mindig bolyának, mindegy, hogy mit csinálok. Por Péter az egykori ismert híradós nővérének, Por Klárának az üdvözletét is tolmácsolta a vele érzelmileg egyhúron pendülő közönségével, mert hogy testvére annak idején járt szakályon, és kellemes emlékeket őriz erről a találkozóról. Aztán szakmai közérzetéről is örömmel nyilatkozott, a hangját, kellemes orgánumát mindmáig megőrző énekes előadó művész. Nagyon sok hasznát vettem, amikor a világot jártam. És hát nagyon sok helyen megfordultam a nagyvilágban, és ez alatt egy kicsit el is felejtettek itthon, és elég nehéz volt újra bedolgozni magam, amikor különböző családi okok miatt hazajöttem Magyarországra. Aztán hál' Istennek jött ez a retro korszak, amikor ismét felkaptak, és hál' Istennek azt lehet mondani, hogy most ugyanannyi előadásom van, mint fiatal koromban. Már jó néhány év óta tanítással is foglalkozom, szívesen adom át a sok évtizedes tapasztalataimat a fiataloknak, és az egyik kedves tanítványom olyan sikerrel tanult és olyan nagyszerűen haladt, hogy a menedzserünk kitalálta, hogy csináljunk egy olyan műsort, hogy mester és a tanítványa. Ez a tanítványom Rózsás Viktória, akiről állítom, hogy még nagyon sokat fognak hallani a kedves nézők. Aki egy harangozó teli, 60-as évekbeli örökzöldet is énekelt. Ismerik ezt a dalt? Nagyszerű, akkor jó hangosan tudunk mi együtt énekelni, na próbáljuk csak ki! Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél. Van egy nagy-nagy ideája, az enyém. Körülbelül 180 hölgy volt mai rendezvényünkön. Nagyon köszönöm nekik, hogy ennyien eljöttek, és nem csak a Por Péter miatt jöttek, hanem azt gondolom, hogy a községünkben olyan közösségi élet van, ami predesztinál bennünket arra, hogy a hölgyeket maximálisan megbecsüljük minden nap, nem csak ez egy napon, hanem az év minden napján. Megköszönjük nekik a fölneveltek, neveltek bennünket, tartottak a jóra,
és ez a mai estnek a lényege. És egyre többet igyekszik tenni Szakály azért, hogy a fiatal hölgyek az itteni családalapítás letelepedés mellett döntsenek. Majd egyre komfortosabbá szeretnénk tenni a falut, éppen azért, hogy maradjon mindenki vidéken, főleg ott, ahol született, mert azt gondolom, hogy a szülői háznál fontosabb nincs. Tehát bárhova megy az életben, én azt gondolom, hogy mindig visszahívja, visszavárja Szakályközi lakossága. Adja most át azt a csöbb kis kezét, hajtsa a vállamra búcsú felét. Hosszú az éjszaka, hogy ne menjen még haza, maradjon egy kicsikét. Adja most át azt a csöbb kis kezét, hajtsa a vállamra búcsú felét. Hosszú az éjszaka, ne menjen még haza, mulassuk egy kicsikét.